Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Külön Óra, a Szolnok Televízió oktatási magazinja. Mai adásunkban elsőként vendégem lesz Szutori Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerület igazgatója, akit a szolnoki iskolákat érintő fejlesztésekről, pályázatokról, illetve számítógépes fejlesztésről kérdezek majd. Ezt követően megmutatjuk, hogy hogyan zajlott a pedagógiai szakszolgálatok heteit Szolnokon. Adásunk legvégén pedig a gépipariba látogatunk el, ahol megrendezték az első LEGO Day-t, de hogy ez mit akar, pár perc múlva kiderül. Elsőként azonban, ahogy mondtam, itt van velem a stúdióban Szutori Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerület igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Pláne meg egy ilyen nehéz nap után, hiszen köznevelési fórumot tartottak ma, ami azt hiszem, hogy egy egész napos elfoglaltság volt. Nem ezért hívtam, nem erről fogunk beszélgetni, de azért egy-két gondolatot emeljünk ki a mai köznevelési fórumról. Mi volt a legfontosabb üzenete? Ugye mi társrendezők voltunk, ezt a megyei pedagógus szakszervezet volt a fő kezdeményező szervező, hisz elhívták államtitkár urat, Palkovics Lászlót, itt volt az oktatási hivatalnak az elnökhelyettese, sőt a Kléberzer központnak is az elnökhelyettesi asszonya, és kifejezetten iskolák vezetőinek, de pedagógusoknak, közel 200 embernek tartottak inkább egy ilyen helyzetképet, hogy hogy áll most. Ugye államtitkár erről tartott egy több mint egy órás előadást, jelenleg az oktatás helyzete, milyen erényei, hátránya, milyen problémái vannak, és hogy mi minden ugye háttérfolyamat van tulajdonképpen, akár egy NAT felülvizsgálat előkészítés. Tehát nagyon sok olyan folyamatról számolt be, ami az elmúlt években pont a új oktatási talán irányzatok elképzelések kapcsán is beindult, mi mindent kéne csinálni. De szerintem mi egyébként már elég régóta csinálunk, és akár itt Szolnokon, vagy a Szolnok környéki, most már tankereti iskoláknál. Összességében hogy látta államtitkár úr a köznevelés helyzetét? Pozitívan értékelte, apróbb hiányosságok ellenére, vagy mit lehet elmondani? Én azt mondanám inkább, hogy rengeteg munka van benne, és biztató, és messze nem annyira rossz a helyzet, mint ahogy ez sok esetben érezzük. Az egész világban nagyon nehéz az oktatásnak a helyzet. Tehát olyan gyorsan változnak a tudás, a generációk, gyakorlatilag egy Z generáció van benne most már a köznevelésben, tehát sokszor még, néha sajtóban is, bocsánat, Y generációról beszélnek, hogy hú, mennyivel másabb, mint a korábbi X vagy a idősebb generációk. Az Y generáció már rég dolgozik, meg egyetemen van. A Z generáció van egy első olyan generáció, aki már teljesen ebbe az új világban nőtt bele, akik gyakorlatilag teljesen másképp is szerzik az információkat, másképp telnek a mindennapjaik, amit ott is példaként elmondtam, tehát teljesen természetű, hogy egy 10 éves gyerek lehet, hogy aki szobájában most épp egy új-zélandi, brazil és egy kínai gyerekkel játszik valamit. Ők már ebben a nagy globális faluban nőnek bele, tehát ő nekik már nem csak az a szűk iskolai és városi keretek vannak, másképpen a tudásszerzés is, más módszerekkel kell és mást kép csinálni dolgokat az iskolákban. Mindenki tudja a világon, mindenki kísérletezik, mindenki belevág, sehol nincsen olyan a világon, ahol nem. Ide talán egyetlen egy mondatot mondanék, tavaly novemberben volt a finn. A híres finn módszer. Önnek egy konferenciája Budapesten, itt a finn 100 éves államiság kapcsán kiváló finn szakemberek adtak elő, és az egyik fiatalember, aki egy nagyon kiváló előadást adott, azt mondta, hogy hát igen, sokan csokanják a finnet, azt mondja, pedig rengeteg problémánk van, ő napi gyakorló pedagógus, millió probléma van a finn oktatásban, talán amennyivel mi előtte vagyunk a világnak, az pusztán annyi, hogy mi folyamatosan változtatunk, folyamatosan reagálunk, folyamatosan érezzük, hogy itt se jó, ott se jó, és mi mindig megpróbálunk erre valami válaszolni, nem vagyunk elégedett, és folyamatosan változunk. Tehát próbálnak lépést tartani, és úgy látszik ez azért, hogy hát benne van eleve a gondolkodásban, a mindennapokban, ez segít. Hát na, mi is valami ilyesmit szeretnénk. Finn módszerről, Z-generációról már én is majdnem összekevertem, nagyon sokat tudnánk beszélgetni, kitölteni a műsort, azonban térjünk vissza a témánkhoz, hiszen nemrégiben több mint 400 laptopot kaptak a Szolnoki Tankerületi Központhoz tartozó iskolák pedagógusai. A Kőrösiben jártunk, ott vettek át majdnem 40 laptopot azok a pedagógusok, akik ezt igényelték. Én annyit tudok erről, hogy ez egy pályázat része, de mit tartalmaz ez a pályázat? Ez tulajdonképpen ezt eleve az összes tankerületi központban dolgozó pedagógusra vonatkozik az országban, ugye mi egy vagyunk a 59-ből, nálunk is közel 1000 laptop lesz végül kiosztva a teljes tankerület vonatkozásában, ebből Szolnokon közel 500 lesz, majdnem 500 lesz,
hisz még nem jöttek meg az i7-es processzorról a legjobb számítógépek. Laptopok is kiváló nagy teljesítményű gépeket kaptak a többiek, de például akik a legmagasabb szinten vannak egy bizonyos digitális kompetencia skálán, ők már a legjobb i7-es processzorú gépeket kapják, valamint az intézmény vezetők is ilyet fognak egyébként kapni. Ezt várjuk a jövő héttől levő hetekben kapják ők is, meg ekkor lesz meg ez a, mondom, Szolnokon is közel 500 új laptop. Aztán jönnek majd az ötödik osztályosoknak a tabletek, és gyakorlatilag 5. osztálytól kerülne bevezetésre, most kísérletileg azt hiszem olyan 24 ezer darab az országban, 5-es kapja meg, hogy most már megtanultak alsóba írni, olvasni, tehát az alapkészségeik megvannak. Most nézzük meg, hogy a digitális kultúrában mi van akkor, hogyha tananyagok, persze nem csak egyszerűen a tankönyv PDF-ben, hanem tényleg ehhez kapcsolódó játékok, feladatok és mindenféle egyéb dolgok is ott lesznek a gyerekeknek a kezébe. Tehát ez már egy kicsit újdonság lesz, de minden mellé ezek csak eszközök, tehát mindenképpen a pedagógusoknak a továbbképzései is elkezdődnek az elkövetkező hetekben, úgyhogy a következő tanévben már több tízezer pedagógus, aki például a laptopját is megtalál, különféle kurzusokra jelentkezhet és mehet majd. Jól tudom már, hogy ennek a számítógépes fejlesztésnek része az is, hogy az iskolákban az internetes hozzáférés jobb legyen a következő években, hogy mindenhol legyen szélessávú net, mindenhol legyen wifi hozzáférés. Hallottam ilyet is, hogy ez már egy következő lépés lesz. Így van, ez megvan a nemzeti informatikai szolgáltatók, hogy azok építik ki az elkövetkező képeket 2018-19-ben, gyakorlatilag az iskoláknak a döntő 90-valahány százalékában jövőre végeznek az, hogy szélessávú internet és wifi lefedettség legyen az iskolákban. Éppen a pedagógiai szakszolgálat hetén járt itt dr. Solti Péter, a Klebelsberg központ vezetője, és ő azt mondta, hogy az elmúlt esztendőben, szó szerint idézek, a legfontosabb feladat az volt, hogy az intézményeket infrastrukturálisan fejlesszék, méghozzá egységesen és magas színvonalon. Na most ez a folyamat Szolnokon is elkezdődött, ugye, hiszen több a tankerülethez tartozó iskola felújítása folyamatban van. Vegyük már egy picit végig, hogy melyek ezek az iskolák és hol tartanak jelenleg. Igen. Amire mi pályázhatunk a tankerületből, az pont olyan nagyon nagy felújítás, úgyhogy még új építése is, az pont nem Szolnok, hanem Cserkeszülőn valósul meg, de egyébként 14 iskola még a tankerületből ilyen nagyobb, tehát több 10 milliós felújításokat végzünk. Ezek közül kiemelkedik mondjuk például a Vargának az egész teljes tetőterét. Kialakítjuk, egy nagy könyvtárolvasó közösségi tér fog megvalósulni, ez egy közel 100 milliós pályázatból. De ott van a Kodály Zoltán iskola is, aminek pont a tornatermi szárnya kap egy teljes felújítás, öltözők is a tornateremnek a tetőszerkezetével is problémák voltak, ezeket is megoldjuk. De a Rákóczi iskolának is több 10 milliós felújítás lesz, kisebb termekkel, mosdóhelységekkel, ami egyébként is az elmúlt években nagyon sokat költöttünk, és költött rá az iskola, hogy szép legyen belülről, most szinte ennek már az utolsó fázisában segítünk. A Szolnokvárosi Kollégiumnak 4 tagintézménye is van, talán a Beán utcai a legrébe, több mint 40 éve adták el, igazi nagy felújítása nem volt. Hát a 3 szintből most egyet teljes egészében felújítunk, tehát legalább 100 főnek egy teljesen új kollégiumi rendszere, új fürdőkkel, szobákkal, bútorokkal fog megvalósulni, ez is több 10 millió forintos beruházás. Szent Györgyi iskolában is, amelyik nagyon sokat fejlődött az elmúlt éve, tényleg kiváló pedagógusokkal nagyon szép munkát végeznek, ott is egy tornateremnek az egyik szárnya lesz mosdókkal minden egy felújítva. És a várossal együtt nagy felújításokban is közösen veszünk részt, ilyen a Széchenyi körúti iskola, aminek egy részét, egy a nagyobbik részét a város nagy energetikai pályázatból újítja föl, mi meg csatlakozunk gyakorlatilag az iskola belsejében azokkal a, hát most már előregedett, lassan 40 éves épületben, mind a elektromos hálózat, vízvezetékek, fürdők, mosdók, tehát egy belső linoleum padozat azért csak ennyi időt elkapott, tehát egy belülről szépítjük meg az iskolát. Várhatóan valami hasonló lesz egy ilyen belső felújítása a Kassainak, és ott mind a kettő ilyen 100 milliós nagyságrendet eléri nálunk is. Tehát jó néhány iskolában reméljük egy azért észrevehető módon
tudunk újításokat csinálni. És ezek még csak a fizikaiak, mert ugyanúgy a tantestületek nagyon sok pályázatban benne vannak jelen pillanatban Szolnokon is, több százmillió forint, közel 500 millió forint azoknak az összege is, amik igazából szakmai megújulást szolgálnak. Itt a digitális ismeretszerzéstől kezdve az új módszerek kidolgozásáig, tehát azokat a modern pedagógiában jellemző és elvárható megoldások adaptálása vagy kidolgozására nagyon sok tankesztet rámozdult. Tehát hál' Istennek nagyon innovatívak, és ez nagyon úgymond jó és fertőző módon hat egyébként tankeretünk összes vidéki iskolájára, és most egy kicsit pezsgésbe kerültek, úgyhogy szólnak iskolák sok esetben tényleg azok a minták, példák, de ez őket is ösztönzi, hál' Istennek, és tényleg nagyon sok jó ötlet jött elő az elmúlt időszakban. Elfogy a műsoridőnk, egy összegzést a végére. Én úgy látom, hogy itt egy-két éven belül nem csak kívülről megszépült iskolák várják majd a szolnoki gyerekeket, hanem egy digitálisan teljesen megújult intézményrendszer. Ez a cél? És valóban egy-két éven belül bekövetkezhet, hogy látjuk, tapasztaljuk ezt a fejlesztést, amiről beszéltünk? Én nagyon remélem, hogy mind belső megjelenésében, eszközökben is, de mind abban a módszertani kultúrában, tehát a szülők és a gyerekek is élvezetesebb, szerethetőbb, otthonosabb legyen az iskola, ahol jó bemenni és jó tanulni, illetve észrevétlenül tanulni, ismereteket szerezni, készségeket fejleszteni. Tehát én úgy gondolom, hogy erre rá van eléggé jó mindenki lassan hangolódva, és szeretne mindenki egy jó iskolát csinálni, én azt látom a vezetőtársaimnál is. Legyen ez a végszó, köszönöm, hogy befáradt. És más témával folytatjuk a mai külön órát. Pozitív pszichológia, gyógypedagógiai tanácsadás, segítő játék egyebek mellett ezek voltak a témái a pedagógiai szakszolgálatok hete nyitó konferenciájának, mert a kampuszon tartottak. Ez már a második ilyen rendezvény volt, és a cél pedig nem más, mint a tapasztalatcsere. Már az öreg indián is tudta azt, hogy mi a megoldás, hogy a bennünkre egy gonosz és jó arcából azt fog győzni, amit a tárgyaljuk. Az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora beszélt a pozitív pszichológiáról a Pedagógiai Szakszolgálatok hete nyitó konferenciáján a kampuszon. Előadásából azt is megtudhatták a résztvevők, hogy a stressz a mentális egészség legáldázabb ellensége. Az eseményen a pedagógiai szakszolgálatok vezetőin és dolgozóin kívül pedagógusok is részt vettek. A Klibelsberg központ elnöke a konferencia kapcsán hangsúlyozta, hogy míg az előző évben az intézmények infrastruktúrális feltételeit fejlesztették, addig idén a jó gyakorlatok megosztását tűzték ki célul. Ez a konferencia kettős céllal jött létre. Az egyik célja az az, hogy a szakszolgálati munkatársak egymás között meg tudják osztani azokat a jó gyakorlatokat, azokat az elképzeléseket, amelyeket az elmúlt években sikerrel és eredményesen meg tudtak valósítani. Nagyon sok olyan terület van a szakszolgálatok munkájában, logopédia, pszichológia, nevelési tanácsadás, ahol a szakemberek különböző saját fejlesztésük eredményeként eredményeket értek el, és ezeket az eredményeket egymással megosztják. Ez az egyik fele. A másik fele a szülőknek egy olyan tájékoztatási fórum, ahol meg lehet nekik mutatni, hogy a gyermekeiket milyen irányban és hogyan lehet fejleszteni annak érdekében, hogy minél hamarabb fel tudjanak zárkozni adott esetben azokhoz a gyermekekhez, akiknek nincs sajátos nevelési igényük. Tehát részben a felzárkóztatás, részben pedig az egyéni fejlesztés az, ami a központi témája ennek a konferenciának. A konferencián szó volt a Klik megszűnéséről, mely egy éve Klebelsberg központként működik. A legfontosabb, legjelentősebb változás az az volt, hogy a fenntartással kapcsolatos döntések, a működtetési döntések, ezekhez az úgynevezett tankereti központokhoz kerültek az eddigi egységes, klikes fenntartás helyett. A tankereti központok működésben ugye 59 tankereti központról beszélünk. Lényegesen közelebb vannak földrajzilag is azokhoz az intézményekhez, iskolákhoz, akiknek a működését segítik. Tehát a döntések gyorsabban tudnak és a helyhez kötötten hamarabb megszületni. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos célja, és egy év után azt tudom elmondani, hogy fontos eredménye lett ennek az átalakításnak. Az elmúlt esztendőben a legfontosabb feladat az volt, hogy az intézmények infrastruktúrális feltételeit biztosítani tudják,
Egységesen és magas színvonalon, fogalmazott dr. Solti Péter. Pályázati forrásaikat jó részt erre és informatikai fejlesztésre fordították és fordítják, folytatta az elnök. 18-as tanévtől elindultunk abba az irányba is, hogy az intézményeknek a szakmai fejlődését segítsük. Én nekem komoly tapasztalatom az elmúlt egy évben, hogy nagyon sok intézményben alakultak ki olyan saját gyakorlatok, olyan saját tervek, elképzelések, és ez alapján nagyon, nagyon jó eredmények, amelyeket talán kevésbé ismer, akár a szűkebb környezet, akár tágabban a társadalom egésze. Egyrészt fontos, hogy ezeket megmutassuk, másrészt fontos azt, hogy ezeket az ötleteket, ezeket a gyakorlatokat megpróbáljuk megosztani egymással. Erre kiváló alkalmat teremt a pedagógiai szakszolgálatok hete, melyet már második alkalommal szerveznek meg. Tavaly Fejér, idén pedig Jászlékun-Szolnok megye adott otthont a rendezvénynek. Ez a program a múlt évben indult útjára, kezdeményezője a Székesfehérvári Fehér megyei pedagógiai szakszolgálat volt, melyhez csatlakoztunk, hiszen több mint két éve a két pedagógiai szakszolgálat együttműködési megállapodást írt alá, és együttműködünk minden pedagógiai szakszolgálati területen, és nagyon sok közös rendezvényünk van a Fehér megyei pedagógiai szakszolgálattal. Ennek értelmében ez a nyitókonferenciája az Országos Pedagógiai Szakszolgálati Hétnek, melyhez sok megye csatlakozott, de nem teljes körű még, hiszen mindenki a maga éves munkaterve, és valljuk be, infrastrukturális és egyéb háttere okán a későbbiek során fog majd bekapcsolódni. A pedagógiai szakszolgálatok hete rendezvénysorozat keretében nevelési tanácsadás, szülőfórumok, nyílt bemutató, terápiás foglalkozások, babamama klubok várták az érdeklődőket. Első alkalommal szervezte meg robot programozó versenyét a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum. Az első Szolmusz Legó délre az ország számos pontjáról összesen 26 iskolából 41 háromfős csapat nevezett. A vetélkedő célja a Legó programozó csapatversenyek népszerűsítése, illetve a versenyben résztvevő tehetséges diákok csapatmunkájának, programozói tudásának összemérése országos szinten. Zsúfolásig megtelt a gépipari tornacsarnoka. Csak nem 150 fiatal mérte össze robotprogramozó tudását a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum első versenyén. 21 településről 41 háromfős csapat nevezett. Alapvetően egy programozási feladatot kapnak, egyforma robotokkal versenyeznek, tehát itt konstrukciót, azt bár ők építették meg, de egyforma konstrukciók vannak, és volt a verseny elején 3 órájuk, amikor a megkapott feladat alapján ezeket a robotokat fel kell programozni, hogy a pályán végig tudjanak menni a megadott feladatok elvégzésével. Maga a pálya 5 feladat részből áll, az első az egy egyszerű vonalkövetés a robottól, a második feladat, amikor egy sorompót kell kinyitnia, ott bemegy egy labirintusba, amiből ki kell, hogy találjon, utána a pályán elhelyezett ilyen aknák vannak, amiket meg kell keresni, meg kell számolni, ezt a kijelzőre ki kell írni. Az 5. feladat rész pedig, hogy ilyen kis kilőtt műanyag elemekkel el kell találni a tereptárgyakat a pályán. A vetélkedő célja a Legó programozó csapatversenyek népszerűsítése, illetve a versenyben résztvevő tehetséges diákok csapatmunkájának, programozói tudásának összemérése országos szinten. A legfontosabb cél az, hogy a versenyzők megtanuljanak programozni, megtanuljanak algoritmizálni, illetve egy komplex projektet, mint egy ilyen feladatmegoldás, azt végig tudjanak csinálni, versenyhangulatban, versenystresszben,
csapatban tudjanak együtt dolgozni, tehát olyan skillseket sajátítsanak el, amikre a mai világban nagyon nagy szükségük van a fiataloknak. Az országban több ilyen versenyt is rendeztek már, melyen a Szolnoki Centrum diákjai is képviseltették magukat. Egy ilyen vetélkedő adta az ötletet a szervezéshez. 2017-ben, mikor voltunk a bankin, akkor az iskola eldöntötte, hogy ebben az évben meg lesz rendezve. A bankin milyen eredményt értetek el? A bankin 13 csapat közül 8. helyezést értünk el. Úgyhogy abban az évben kezdtük el. Hanyadik alkalommal veszel részt ilyen versenyen, és miért neveztél? Megszámolni nem igazán tudnánk. Járunk nagyjából minden versenyre, amit találunk, és ez is közöttük volt. Ezen a versenyen még nem voltam, de érdekesnek tűnt, és jelentkeztünk egyből, ahogy megtudtuk. Miért érdekel téged a robotkészítés? Szeretnél-e majd később foglalkozni vele? Igen, hobbiból is ilyesmivel foglalkozok, és tovább tanulni, és mechatronika szakra tervezek, ahol valami ilyesmivel kell majd foglalkoznom a jövőben is. A robotika térnyerése egyre nyilvánvalóbb, mondják a szervezők, ezért nagyon fontos, hogy az oktatási intézményekben magas szinten sajátíthassák el a gyerekek a tantárgyat. Én úgy látom, hogy a mai világ az ebbe az irányba halad, ha nem megyünk messzebbre, csak az, hogy mindenkinek ott van a kezébe, zsebébe egy programozható kis kütyű. Ezeknek a fiataloknak általában nem csak egy, hanem több ilyen kis programozható kütyű is van, vagy abból indulok ki, hogy a háztartásunk tele van programozható dolgokkal, hiszen programozzuk a mosógépünket, a mikrosütőnket és minden egyebeket. Ehhez, hogy ebben a világban tájékozódni tudjanak a gyerekek, ehhez muszáj, hogy tanuljanak programozni. Hogy miért pont Lego robotot programoznak? Azért, mert ezt szívesen csinálják. Tehát a programozást lehet úgy is tanítani, hogy játékosan, könnyen, élvezettel, és lehet úgy is tanítani, hogy ülök egy gép előtt, és különböző forráskódokat írok, amit általában a gyerekek kevésbé élveznek. Ha mind a kettővel meg tudom tanítani, akkor sokkal célszerűbb olyannal tanítani, amivel szívesen is csinálják, és amivel motiváltak. A feladatok megoldását szakmai zsűri értékelte. A zsűri a feladatok megoldását, a teljesítés ideje, a feladat megvalósításának precizitása alapján pontozta. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum hagyományteremtő szándékkal szervezte meg az első Lego Day-t. Kedves nézőink, ennyi fért a mai külön órába, két hét múlva új témákkal. Várom önöket, akkor is számítok figyelmükre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét, viszontlátásra! Ha jó minőségű, trendi ruhákat szeretnél, akkor Anthony Fashion. A minőség örök. anthonyfashion.hu